Kedves nézőink, a következő percekben Varga Mihály Márton kollégámat kapcsoljuk, aki a Farkas utcából jelentkezik ma, hiszen ma nyílik meg a Fesztivál utca. Lássuk, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére vannak-e látogatók, élnek-e már a sátrak. Szervusz Marci, mi a helyzet most a Farkas utcában? Szia René, a Fesztivál utca már megnyílt, tele van emberekkel, tele van sátrakkal, van, aki még csak most rakodik ki, rengeteg érdekes sátrat lehet látni, mint azt már megszokhattuk, kézműves tárgyaktól elkezdve, nem tudom, a legkülönbözőbb sátrak, rádiósátor is van, akár élőben lehet nézni a rádió műsorokat. Nagyon sok érdekesség van, illetve van egy másik aspektusa is ennek a vásárnak, ugyanis olyasmiket is árulnak itt, amiről két gyönyörű önkéntes fogok kérdezni. Sziasztok! Először is téged kérdezlek, hogy mi van a kezedben, mik azok a karkötők? Ezeket a karkötőket akkor kaphatják az emberek, hogyha adományoznak. Egy oszkáros karkötőt akkor kapnak, ha 5 lejt adományoznak, 2 oszkárosat, ha 10 lejt és 15 lej, vagy annál több adományértéket, akkor, akkor egy ilyet kapnak. Vannak vásárlói a karkötőnek? Vannak, kevesen, biztos a rossz időtől is, de volt még az operában is gyűjtés a megnyitó esten, ott sokat. De mondjuk el, hogy mire szolgálnak ezek, hova megy az ebből bejött pénz? A kárpátaljai gyerekeknek, akik hátrányos helyzetben vannak most a fegyveres konfliktus miatt. Lehet ilyet vásárolni itt a Fesztivál utcában is? Igen, 5 helyen vannak ilyen urnák, ahol lehet adományozni. Szóval mindenképp vásároljanak ilyen karkötőket, egy jó célt szolgálnak. És itt van velem még egy úri ember, aki egy nagyon érdekes sátrat hozott ide ki a Fesztivál utcába. És akkor arról kérdezem meg Hunyadi Attilát, hogy mi is az, amit ti árultok a sátratokban. Nem árulunk, marketinget végzünk, egy diákszövetkezetről van szó, a Stutkop diákszövetkezetről. Magyarországon és a világon több száz ilyen diákszövetkezet működik, diákmunkahelyeket hoznak létre a diákszövetkezetek, és ennek két pillére van, az egyik a diákok által végezhető szolgáltatások, tolmácskodástól idegenvezetésig, vagy borítékolástól irodai munkáig, a másik pedig helyi termékek, helyi egészséges termékek marketingje a kolozsvári fogyasztópiacon. A diákok feladata lesz meggyőzni a tudatos kolozsvári családokat, intézményvezetőket, civil szervezeteket, hogy egészséges helyi termékeket, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, erdélyi termékeket vásároljanak. Mi villától villáig, portától portáig garantáljuk a terméknek az egészséges termékpályáját, és nulla szénkibocsátással a diákok a portálunkon megrendelt termékkosarat kiszállítják kerékpáron. Ugye ma, ha jól tudom, sajtokat, meg hasonló termékeket állítatok ki. Mi lesz holnap, holnap után? Milyen kiállításaitok lesznek? Igen, vasárnapig szeretettel várunk mindenkit kóstolóra, társalgóra, különböző tájegységek termelői csoportjaival. Kalotaszegiek lesznek ma a vendégeink, illetve keresztúriak. A következő napokban például holnap iparművészeti hangsúlyú kiállításunk lesz, tehát bemutatkoznak ifjú művészek, alkotók, ruhakollekcióikkal és más képzőművészeti alkotásaikkal, lesznek aranyosszéki termelőink, szászföldi termelőink, román termelőink is lesznek, akik lekvárokat, szörpöket, sőt természetes szappanokat is be fognak mutatni, tehát gyermekfoglalkozó ránkon vagy kóstolóránkon mindenkit szívesen látunk ezeket az egészséges helyi termékeket megkóstolni, és tájegységenként a termelői csoportokkal társalogni. Hát remélem, hogy sok látogatótok lesz egyébként. René, azért választottam Attilát, mert az ő sátruk úgy kb. Leképezi az egész Fesztivál utcát, egy ilyen színkavalkád. Annyi mindenféle sátor, nem tudom, könyveket lehet vásárolni, el sem tudom mondani, mennyi minden van itt, meg ugye koncert is megy a háttérben, egész este lesznek koncertek. Ki kell látogatni? Lehet, hogy kevesebb ember van, mint a tavaly, az idő miatt is. Egyébként szerintem nincs is olyan rossz idő. De valószínűleg kevesebben vannak, ugye tavaly még nem is lehetett mozogni, volt olyan pillanat, nem is lehetett mozogni a Fesztivál utcában, de mindenképp érdemes eljönni, mert ilyeneket, ilyen sátrakat lehet meglátogatni, mint olyan, amit az előbb Attila elmondott nekünk. René? Tehát, hogy van kint rádió, van médiaboxunk is, hogyha jól tudom, akkor a mi kollégáink is kint vannak jelenleg.
Nem hallottam pontosan, mit kérdeztél, a mi kollégáink az még meg, azt hallottam. Igen, itt vannak a tévések, itt van a Kolozsvári Rádió is, élőben megy a műsor, folyamatosan az emberek megnézhetik, hogy hogyan készül egy rádiós műsor, illetve a kollégáink kiállítottak régi tévés eszközöket, amiket bemutatnak az erre sétálóknak. Igen, pontosan erre kérdeztem rá, köszönöm szépen, Marci, hogy elmondtad az infókat, és vigyázz, hogy meg ne fázz az esős időben kinn a Farkas utcában.